Az univerzum legbőségesebben fellelhető eleme lehet a jövő tiszta energiatermelésének kulcsa. A Business Planet mai epizódjának középpontjában a hidrogén áll, amely 2050-re Európa energiaellátásának negyedét biztosíthatja. Göteborgban annak jártunk utána, hogy egy svéd vállalat tevékenysége hogyan visz minket közelebb a nulla kibocsátáshoz a technológiában rejlő üzleti lehetőségek bővítésével. A PowerCell Sweden hidrogén alapú üzemanyagcellákat készít, amelyeket a közúti közlekedésben és a vízi közlekedésben lehet használni. Ha a hidrogént zöld energia segítségével, mondjuk szél- vagy napenergiával állítják elő, akkor a folyamat alacsony széndioxid kibocsátással jár. Per, sokan azt remélik, hogy a hidrogén oldja meg a hosszú távú energia gondjainkat. Az önök technológiája váltja valóra ezeket a reményeket? Ez már most is igaz. A nagyságrenden kell még növelni. A hidrogén alapú üzemanyagcelláknak fontos szerepe lesz, ha el akarjuk érni a klíma céljainkat. A hidrogén energetikai felhasználásában rejlő lehetőségek kiaknázását az EU a hat legfontosabb stratégiai terület egyikeként jelölte meg, amelyet kiemelten támogatnak. A PowerCell is részesült uniós támogatásban a Horizon programon keresztül. Nagyon fontos volt, és nem csak a pénzügyi támogatás, hanem az a lehetőség is, hogy szorosan együttműködhettünk a vevőinkkel, az autógyárakkal, illetve a legjobb beszállítókkal és kutatóintézetekkel. A hidrogén alapú gazdaság infrastruktúrájának létrehozása óriási kihívást jelent. A folyamatot egy uniós iparági együttműködés igyekszik gördülékenyebbé tenni. Bart, ön vezeti az üzemanyagcella és hidrogén együttműködést. Mit tud tenni, hogy az iparágban rejlő lehetőségek valóra váljanak? 2008 óta 268 projektet vezényeltünk le összesen, magán és állami forrásokat is beleszámítva 2 milliárd euró értékben. A feladat most a léptékváltás, ezért az innovatív gyártási eljárásokra összpontosítunk. Ha vállalkozóként ebben a szektorban dolgoznék, hogyan tudnának nekem segíteni? Ha van újító ötlete, ami közelebb visz a céljainkhoz, akkor finanszírozhatjuk. De talán ennél is fontosabb, hogy összehozhatjuk más vállalkozásokkal, kutatókkal, akikkel esetleg később stratégiai partnerek lehetnek. Ennyi volt a Business Planet. További információkért és részletesebb interjúkért látogasson el a weboldalunkra. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!